Az atomerőmű első, eddig leghosszabb ideig hivatalban lévő vezérigazgatója, Pónya József volt az egyik meghívott előadója a Régen volt, hogy is volt című kötetlen beszélgetésnek. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT Atomenergetikai Múzeum által szervezetes témája többek között az 1-es és 2-es blokk elindítása volt. A legnagyobb momentum azért a párhuzamos kapcsolás volt. Az volt az, amikor ez a sok munka eredménye összejött, és végre hasznot hozott az erőmű azzal, hogy kiment az energia. Nem csak fogyasztók voltunk, az állami nagy pénzt csak kértük, költöttük, egy kicsit visszaadtunk, és ahogy az erőmű ugye minél nagyobb teljesítésnél, annál nagyobb mellényünk volt, hogy álljon meg a menet, hát azért itt szolgáltatjuk vissza ezt a sok pénzt. A múlt idézés során az érdeklődők egy bejátszást is megtekintettek az atomerőmű építéséről, valamint érdekes, eddig még nem ismert történeteket hallhattak. Kovács Balázs, az 1-es és 2-es blokk tudományos indítás vezető helyettese, aki egyben az energetikai szakközépiskola és kollégium alapító igazgatója volt, az erőmű alapkövének eltűnéséről is mesélt. Letették ezt az alapkövet nagy-nagy hatacári közepette, addigra már másfél éve épült az erőmű. Tehát már alája nem lehetett tenni, mert kész volt az alaplemeze az egésznek. Hát hova tegyük, kerestek egy helyet, ahol nem zavar, és betették markolóval a földbe. Ez eddig rendben van. Aztán elfelejtették, hogy hova tették. Akkor nem volt még GPS, hogy bejegyezzék, hogy merre, elveszett az alapkő. Sok-sok évnek kellett eltelni, még azon a területen épült egy másik épület, és ott a markoló kiforgatta ezt a furcsa betontömböt, és akkor meglett újra az alapkő. Na, hogy nehogy elveszem, ezért eltették egy raktárba, aztán elfelejtették, hogy melyik raktárba és hova tették. Tehát újra elveszett az alapkő. Végül a tájékoztató és látogató központ építésekor keresték meg az alapkövet, és helyezték el a mostani helyére. Az est moderátora Szabó Péter, a Vakbottyán Gimnázium történelem tanára volt. A Múzeumok Őszi Fesztiválja elnevezésű országos rendezvénysorozat keretén belül a következő program, amire várják az érdeklődőket, a Jövő Energiája című előadás lesz.